Sziasztok, Zsíros Deszka vagyok, és megint egy gyönyörű helyre jöttünk. A helynek a neve Minami Ashigarashi, és a hely önmagában arról híres, egyik az, hogy van egy nagyon szép vízesés, a másik pedig egy történelmi jelentőségű kisgyerekről szól, aki itt látható a képen. És az ő neve Kintaro, és állítólagosan annyira egészséges volt, hogy még a medvét is leterítette, vagy valami ilyesmi. Na most, hogy ez a valóságban ténylegesen medvét leterített, vagy sem, valószínű, hogy nem, csak ez egy jelkép arra, hogy annyira egészséges és élettel tele személyiség volt, gondolom én, hogy akár még a medvét és a hegyet is széjjel stukkolná, vagy valami ilyesmi. Na, mi viszont a vízesés miatt jöttünk, úgyhogy menjünk és nézzük meg. Nem tudom, hogy kinek mennyire tetszik, de gondolom, hogy így azért kamerán keresztül nem jön át, mint ami itt az életben, ez mindig is így van a tévével és a kamerákkal, de viszont valami hatalmas, és csak úgy önmagában, ahogy a vízesés beleesik a lenti vízbe, ebbe a kis tóba, és a visszaverődő, ez az ion, tehát ez a mínusz ion, ez valami fantasztikus, tehát egy ilyen olyan a levegő, hogy esszük a vízesést, vagy valami ilyesmi. Fantasztikusan szép. Le fogok menni majd ide a patakhoz is, ahol folyik itt körbe. Azt is megnézzük. Tutira megérte ide jönni, az biztos.